Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Ma a számokkal fogunk foglalkozni. Nézzük is! Numbers! Az első részben a tőszámneveket fogom nektek bemutatni, tehát lehetőségetek van arra, hogy utánam mondjátok a számokat egyesével. Oké? Tehát tudjátok gyakorolni ezáltal a kiejtést, és később, ha bármi gond van, vissza is tudjátok nézni. Tehát nézzük akkor! 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mielőtt tovább megyünk, hadd hívjam fel a figyelmeteket egy tipikus hibára, amit könnyű véteni. Amikor a 10 és a 20 közötti számokat mondjuk, a számok vége 13-tól 19-ig N betűre végződik. 13, 14. Oké, tehát nem összetévesztendő a 30-al például, ahol a szó vége csak egy I betűre fog végződni. 30, 13, 30. Ugye a 13-nél egy hosszú I hangzó hangzik el az N betű előtt, tehát erre figyelni kell, mert nem mindegy, ugye, hogy 14 évesek vagyunk, vagy például 40 évesek. Ugye ez mindegyiknél igaz lesz, minden kerek 10-esnél, és 13 és 19 között. Tehát ugye a párok azok 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, és így tovább. Tehát figyeljetek rá mindenképpen. És akkor folytassuk tovább, hogy gyakoroljunk. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and 100. Remélem, hogy követhető volt, és bátran használjátok mindig ezt az első részt arra, hogyha gyakorolni szeretnétek, mondhatjátok velem együtt is. Nézzünk néhány szabályt. Kötőjelet használunk 21 és 99 között. Például ugye 63. Ezt gyakran fogjátok látni, hogy elmarad, de általában így írjuk. Hosszú számoknál hármas csoportokba tesszük a számokat, vesszővel elválasztva, vagy szintén ponttal is látható rengetegszer. Tehát például az 5 millió általában úgy van írva, hogy 5 vesző, 3 nulla, vesző, 3 nulla. Nézzük most a 100 fölötti számokat, hogy hogyan is képezzük őket. 100 fölötti számoknál, amikor az egyes számokat hozzátesszük, and szócskával kötjük össze, tehát 100 és 1, 100 és 2, és így tovább egészen 999-ig. Nézzünk néhány példát. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. A százasok után figyeljetek, hogy nem teszünk S betűt. Tehát nézzük, hogy hogy lesz. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, and 900. Tehát nagyon egyszerűen épülnek fel, mert csak a számokat tesszük a százasok elé S nélkül. Ugyanígy működik az ezres és a milliós számrend is. Látjátok, hogy az ezer az 1000, az 1 millió 1 million, vagy a 10 millió 10 million. A 100-ot úgy is lehet mondani, hogy 100, vagy ugyanígy az ezresre 1000 or 1000. Mind a kettő korrekt, akár számolni is lehet így. 101. 102, 103. Nézzük most a sorszámneveket. A sorszámnevek nem nehezek, a számok után egy T és H betűt kell rakni, amivel megkapjuk azt, hogy 5., 6., 7., és így tovább. Ami az érdekesség lehet, hogy az első, második és harmadik az különbözik ettől a szabálytól, és külön meg kell tanulni ezeket a szavakat. Tehát az első az úgy lesz, hogy first, a második second, és a harmadik third. First, second, third. És mostantól kezdve már semmi dolgunk nincsen, csak a TH betűt utána rakni a számoknak. És a többi ugyanúgy fog folytatódni, mint a tőszámneveknél, ugyanúgy tudunk számolni. Nézzük akkor előről. First, second, third,
fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, 21st, 22nd, 23rd, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th. Tehát ahogy látjátok, itt a számok ugyanúgy folytatódnak, mint a tőszámneveknél, annyi különbséggel, hogy írásban egy picit megváltozik, ugye az Y helyett I betűt teszünk, és TH végződést kapnak a szavak. Ezen kívül ugyanúgy hozzátesszük a számokat, és ilyen esetben viszont nem tesszük ki a TH-t a tízesekhez. Tehát 30 first. Nem 30th first. Oké, tehát látjátok, a 20-asoknál itt van néhány példa. 21st, és nem 20th. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Rendben. És ugyanígy működik továbbra is a lista. 100 and first, tehát százasok után is, csak a százat mondjuk, és a sorszámnév majd az utolsó számhoz jön. És természetesen százasok fölött enddel kapcsoljuk hozzá. Tehát 100 and first, 200, 300, 1000, 10 millionth. Tehát nagyon egyszerű. Beszéljünk akkor most a nulláról, ami azért lehet érdekes, mert általában úgy ejtjük ki, hogy zero. Viszont telefonszámoknál o hangot ejtünk. Nézzük meg ezt a példát, amit itt láttok. 5, o, 5, 1, o, 2, 3. Tehát általában a telefonszámokat így ejtjük ki. Egyesével és a zero helyett ó hangot ejtünk. Nézzük a tört számokat. A half, a quarter, vagy úgy is mondhatjuk, a fourth, a third, three quarters, or three fourths. Two thirds, a fifth, two fifths, a sixth, five sixths, a seventh, an eighth, a tenth, seven tenths, a twentieth, 4700. A hundredth, a thousandth. Mire kell figyelni? Arra, hogy az első szám a törtben csak rendesen tőszámnévvel ejtendő, viszont a második párt, második része már sorszámnévvel. Hogyha a tört számnév több részről beszél, akkor a sorszámnév megkapja a többes szám jelét. Nézzétek meg! Two, third, nyilván ugye third, mert ugye megtanultuk, hogy a tőszámnév az első háromnál first, second, third. Ebben az esetben, mivel két harmadról beszélünk, kettő ugye az többes számban van, tehát megkapja az S-et. Ugyanígy a kétötöd, two, fifth. Ugyanígy az öthatod, five, sixth.
ugyanígy a 7 tized, 7 tenth. Ha pedig csak egy részről beszélünk, egy ötöd, egy hatod, egy heted, akkor azt is mondhatjuk csak, hogy az ö betűvel, mint ahogy a hundrednál és az ezernél is tanultuk, hogy a hundred, a thousand, itt is mondhatjuk, hogy a seventh, és itt már nem tesszük ki a többes szám jelét. Ami speciális lehet, az itt az első képkockában látjátok, a félre azt mondjuk, hogy half, a negyedre azt, hogy a quarter, vagy a fourth, az egyharmadra a third, és a három negyedre three quarters, vagy three fourth. És akkor játszunk egy picit. Készítsetek ceruzát és papírt, számokat fogok nektek mondani, mindenfélét, amit ma tanultunk, próbáljátok leírni. Fourteen. 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 One thousand and 38. One thousand and 38. One thousand and 38. 561. 561. 561. A quarter, vagy a fourth. A quarter, vagy a fourth. A quarter, a fourth. Twentieth. 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 Nineteen thousand 909. 19,000 909. 19,909. 19,909. Second. 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 Three, four, double eight, oh, one, four, oh. Telefon szám. Three, four, double eight, oh, one, four, oh. Three, four, double eight, oh, one, four, oh. Three, four, double eight, oh, one, four, oh. Two hundred and 70,000 and 50. 270,000 and 50. 270,000 and 50. Two hundred and 70,000 and 50. Four million 567,000 and 90. 4 million 567,000 and 90.
4,567,090. 4,567,090. 4,567,090. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha bármilyen kérdésetek van bármilyen számmal kapcsolatban, kommentben jelezzétek. Sziasztok! See you later!